Sziasztok, én Mesterházi Dávid vagyok, és ma biztonsági kamerákat fogok kipróbálni. Mindkettő az Anke cégtől jött, és nem csak ezek, mert továbbiak érkeznek még, szóval a témának nincs vége ezzel az epizóddal, de most kezdjük ezzel a kettővel. Mármint, hogy nem a dobozokkal, hanem a kamerákkal. Az első kamera az a Creator Pro névre hallgat, és nem tudom honnan jön a név, de hogy hát ez egy ilyen klasszikus otthoni biztonsági kamera, amit bárhol letehetünk asztalra, illetve ahhoz egy ilyen picike konzol, tehát falra is tudjuk fúrni, és hogy volt ugye már egy hasonló teszt a babyőrről, a baba kameráról, és hát az a helyzet, hogy ezeket a biztonsági kamerákat a baba kameráktól, mint ahogy ezt ebben a, vagy abban a tesztben is már elmondtam, ezek a kis cukiságok, ezek a szilikon csápok, vagy fülek, vagy nem tudom micsodák különböztetik meg, tehát hogy arról van szó, hogy hát tulajdonképpen ezek nagyjából ugyanazt tudják, ez is használható sima a biztonsági kameraként, meg ez is használható baby őrzésre, hogyha valakinek épp erre van szüksége. Az egyik legfontosabb adat, amire nyilván mindenki kíváncsi, hogy az az ár. Ez egy 50 dolláros kamera, amit most akcióban 30-ért árulnak, és a videó alatt ott van egy link, illetve kuponkód, és azzal ez még további 10%-kal tudtok csökkenteni, tehát hogyha valaki ilyesmit akar venni, akkor azt most jóval olcsóban megteheti. De most nézzük, hogy pontosan mit tud ez a kamera. A külsője túl sok meglepetés nem tartogat, bár azért volt olyan, amivel volt egy kis küzdelem, azt mindjárt mutatom. Szóval az van, hogy van egy alap, meg van fölül egy ilyen gömb alakú izé, ez minden ilyen kameránál így van, hiszen ezek forognak, és így ez az ideális kialakítás. Ami nagyon feltűnő, vagy nagyon jól látszik, az, hogy egy ilyen baromi hosszú USB kábelet adnak hozzá, ami nagyon jó fejdalom, mert jó esélyen nem kell hosszabbítóval vacakolnunk, hiszen valószínűleg elér az első konnektorig. És hát igazából ennyi, és itt jön a zavarbejtő része, hogy egy dolgot azért látnom kellett volna rajta így kívülről a SD kártya helyét, na most az itten egyáltalán nem látszik, és tök sokáig tartott rájön, illetve hát bocsánat, meg kellett néznem a használati útmutatót szégyen szemre, tehát hogy nem tudom ebből mi látszik, szerintem semmi. Igen, na most előkerült, ott van. Tehát, hogy teljesen föl kellett fordítani a kamerát az applikáció segítségével, és akkor tűnt elő az ott a kártyahely. És hogy mit tud maga a kamera? Ez egy 4 megapixeles, 70 fokos látószöggel rendelkező kamera, ami így vízszintesen vagy körbe-körbe 350 fokban tud fordulni, tehát majdnem teljesen körbefordul, felle pedig 60 fokban lehet billenteni, és ennek azért van jelentősége, mert ugye mozgás érzékelés van benne, sőt mozgás követés, tehát hogyha lát valamit, mondjuk a betörőt, akkor azt megpróbálja követni. Éjszaka is lát, itt van a kis infraled, ezzel ő 6 méterre tud ellátni, és az volt a tapasztalat, hogy itt letettem ide a dolgozószoba hátuljába, és nagyon szépen ellátott az előszobáig, tehát ez a 6 méter, ez bőven belátta. A mozgással már kicsit gondba volt, különösen a mozgás követéssel, az látszik, hogy elég darabosan próbál utánafordulni, illetve hogy az ember elég gyorsan mozog, akkor ugye ki tud gyorsan kerülni a látóteréből, de azért tisztességesen próbálkozik. Hangérzékelés is van benne, mondjuk én ezt elég hamar kikapcsoltam, mert folyamatosan hallott valamit és riasztott. Egyébként le lehet természetesen venni, vagy be lehet állítani ennek az érzékenységét. Én a videónál is levettem az érzékenységet, és azért még így is nagyon, nagyon akkurátusan és nagyon sűrűn küldött riasztásokat. Sőt, volt pár vakriasztás is, de ezzel kapcsolatban később arra jutottam, hogy ez valószínűleg a kutya okozta, bár ez nem minden felvételen látszik, de találtam olyan felvételt, ahol ott a háttérben előkerült a kutya, ezeket mind észrevette. Van benne két irányú kommunikáció, magyarul, hogyha az applikáció van, megnyomjuk a mikrofon. Igen, szóval hogy ez történik, mert hogy így az applikáción keresztül tudunk ezen a hangszórón beszélni, tehát hogyha mondjuk jön a betörő, mi észrevesszük, akkor tudjuk mondani neki, hogy hagyja abba a betörést. A kamerához természetesen tartozik egy applikáció, amit úgy hívnak, hogy My Anke, ezt most megnyitom, folyton itt kiabál nekem, úgyhogy dobálja a riasztásokat. Most azt is látjuk, ahogy elkezd forogni, mert érzékelte a kezem mozgását, és látszik, hogy ráfordult a kezemre. Tulajdonképpen túl sok meglepetést nem tartogat, itt vissza lehet nézni a riasztásokat, illetve lehet folyamatos felvételre állítani, tehát be lehet úgy állítani, hogy ne csak a riasztásokat vegye föl, hanem hogy folyamatosan rögzítsem, illetve van felhőtárolás is, hát én nem fizettem elő, de hogyha nem a kártyán akarunk tárolni, akkor előfizethetünk a felhő szolgáltatásra. De most nézzük a másik kamerát. Eleget beszéltünk erről a kicsiről. Hát már jóval masszívabb, ez a súlyán is érződik. Ja, most elkezdtem ezt rángatni, és elkezd a telefonomra ez riasztásokat küldeni, tehát az van, hogy természetesen
ez is mozgásérzékelős. De hogy miért néz ki ilyen furán ez itt, azt szerintem nem árt megmagyarázni. Ja igen, ezt úgy hívják, ezt a kamerát, hogy C800. Ez már kapott ilyen menünevet, mint a Creator Pro. Ez csak így hívják, hogy C800. És hát ez nem tudom mennyire látszik, szóval arról van szó, hogy ez egy ilyen falra rögzíthető fix biztonsági kamera, ez nem mozog, nem fog a mozgás után fordulni, és a működési elve is egy kicsit más, ez is egy biztonsági kamera értelemszerűen, de ezek a zsinórok azért vannak rajta, mert egyrészt van egy ilyen tápellátásért felelős kimenet vagy bemenet, szóval itt tudjuk bedugni az áramba, és van egy másik, na ez pedig a hálózatunkra tudjuk rákötni, illetve kell rákötnünk, hogyha azt akarjuk, hogy ez így működjön. De van olyan verzió, hogy ezt a tápkábelt nem használjuk, ezt nem is adják hozzá, én ezt így a háztartásban vadásztam valahonnan, szóval hogy az van, hogy táplálni lehet az Ethernet kábelen keresztül is. Más kérdés, hogy itt nincs olyan hálózat, ami ezt lehetővé tenni, ezért nekem be kellett dugnom így közvetlenül a konnektorba, de erre nincs feltétlenül szükség. Hogy ez egy komolyabb darab, az nem csak a súlyán érződik, hanem az árán is. Ez egy 100 dolláros kamera, amit most 50 dollárért adnak akcióban, és erre a kamerára is vonatkozik a kuponkód, ami ott van a leírásban, és azt hiszem Dávid 10% off, vagy valami ilyesmi a kuponkód, ezt adták neki ilyen jófej módon. Az, hogy ez egy komolyabb darab, az azt is jelenti, hogy jóval masszívabb, ez IP67 védelmet kapott, hiszen ez egy kültéren használható kamera, a 67 az azt jelenti, hogy teljesen porálló, és eléggé vízálló, rövid ideig akár vízbe is lehet mártani, ezt jelzi az a 7-es szám, nyilván ilyen nem fog vele történni, hogyha felszedjük a ház falára, hogy vízbe mártjuk, de hogyha esik az eső, meg vihar van, attól nem lesz baja. Maga a kamera benne az egy 4K-s kamera, tehát hogy ebben is erősebb, és az éjjel látó képessége is jobb, az Exir 2.0 Night Vision rendszert kapta meg, hát nem tudom, ez egy márka név, a lényeg az, hogy nagyon jól lát éjjel, én ezt kipróbáltam egy ilyen random vidéki utcán, ahol persze nem volt vaksötét, mert volt néhány ilyen utcai lámpa, hivatalosan 30 méterig lát el, és ott utólag megnézve a képeket, tényleg nagyon szép és nagyon jó képe volt, úgyhogy erre nem lehet panaszunk. Az éjjeli felvétel tényleg nagyon szép, ma az állókép, mert a mozgásnál azért látszottak a kamera korlátai. Ebből is tehetünk természetesen SD kártyát, az itt van, emögött a kis ajtócska mögött, és hát ez elég alaposan be van ide csavarozva, most nem szedem szét. Ez is nyilván az eső és porvédelem miatt van így. Ahogy a másik kameránál, ennél is beállítható a riasztás érzékenysége, és én azt levettem elég alacsonyra ennél a kameránál is, hogy ne riasszon folyton, ehhez képest folyton riasztott, illetve nem folyton, hanem hogy teljesen korrektül riasztott. Ezt itthon egyszerűen csak ledobtam az előszoba szekrény tetejére, és akkor ugye igazából fölöttem nézett el, ahogy én járkáltam, de amikor így belátszott a fejem bubja a képbe, olyankor is mindig azonnal küldte az értesítést. Ehhez a kamerához a változatosság kedvére egy másik applikáció tartozik, amit úgy hívnak, hogy Anke Vision, és hogyha ezt elindítja az ember, hát alapvetően hogy azokat a dolgokat tudja, mint a másik, vissza lehet játszani az eseményeket, be lehet állítani a különböző dolgokat, amiket be akarunk állítani, de a legfőbb különbség talán az, hogy ez olyan, hogy úgy néz ki, mintha eleve több kamerára találták volna ki, tehát hogy így mutatom, hogy itt van most a kép, itt van most a kép, amit nézünk. Még átállítom 4 kamerás nézetre, akkor már látszik, hogy csak ott fönn a sarokban van a kép, mert hogy mi van, hogyha a rendszerbe több kamerát kötünk be, sőt, 16 kamerás nézet is, de hát ez mutatja, hogy ez már arra van kitalálva, hogy egy ilyen teljes hálózatot építsünk ki ugye otthon, sőt egyébként itt a rögzítés az se csak a kártyára történhet, hanem hogy így a hálózatba kötve vannak úgynevezett hálózati rögzítők, NVR-ek, szóval hogy ez igazából leginkább arra van kitalálva, vagy úgy optimális használni, hogyha az ember beköt egy ilyet a hálózatba, és akkor a kamerák közvetlenül oda vannak csatlakoztatva, és akkor ott rögzít természetesen. Ja, és ha már több kamerás nézet, szóval az van, hogy ez annyira arra van kitalálva, hogy egy komoly, otthoni, igazi ilyen kamerás hálózatot kiépítsünk, hogy ez van desktop applikáció is, megint csak itt vagyunk, és itt látszik, hogy mit lát a kamera, látja a kamera a kamerát. Ebben a szoftverben kismillió dolgot be lehet állítani tényleg, tehát jóval komplikáltabb, mint a mobil applikáció, viszont jóval old school-abb is, tehát hogy az egész kezelőfelület, meg ahogy kinéz, meg ahogy tényleg el lehet jutni benne A-ból B-be, az sokkal bonyolultabb, hát ehhez hozzá kell szokni. De hogy ne csak a jó dolgokról essen szó, pár hibát is találtam. Az egyik, hogy az applikációban van egy mikrofon gomb. Tartsa lenyomva a beszédhez. Én tartom lenyomva a beszédhez, semmi nem történik. Halló, halló, nincs beszéd. És utána közli, hogy ez így nem van, nem működik, vagy hogy sikertelen. Megkérdeztem a gyártót, hogy ez mi a helyzet, és kiderült, hogy ez a C800 ez nem
támogatja a két utas audiót, mert nem beszélhetünk a kamerán keresztül, úgyhogy bekapcsolás sikertelen, igen, ezt mondta. Szóval, hogy ez a funkció ezekben a kamerában egyszerűen nincs. Még egy apróság, amire figyelni kell, és nekem eltudott, hogy darabig még rájöttem, szóval az van, hogy ennél a kameránál be lehet állítani, és az állati hasznos tulajdonság, vagy funkció, hogy be lehet állítani, hogy hol riasz, illetve hol figyeljen, tehát hol legyen az a terület a saját látóterén belül, vagy látómezőjén belül, ahol riasztania kell. Ez ugye akkor jelent jól, hogyha mondjuk van egy kertünk, ott van egy kutya, azt tudjuk, hogy itt ebbe a sarokba szokott mozogni, akkor azt kihagyjuk az érzékelési területből, és akkor ott nem fog riasztani. De hogyha állva tartjuk a telefonunkat, és úgy próbáljuk beállítani ezt a riasztás területet, akkor csak a képnek egy ilyen nagyon furcsa hát szelete jelentkezik, úgyhogy erre egyszerűen az a megoldás, hogy így szépen fordítsuk el a képet, illetve a telefont, és akkor már, és én egyszerűen így hopp, igen, szóval így az ujjunkkal rajzolgathatjuk a riasztási területet. Hát ennyit már a biztonsági kamerák csodálatos világáról. Igazából ez a két kamera nagyon korrektül tudta, amit ígért. Mind a kettő rendszeresen és fáradhatatlanul riasztott és figyelt. Nagyon vicces volt, amikor az egyik ott volt a dolgozószoba hátuljában, a másik vele szemben kint az előszoba tetején, vagy előszoba szekrény tetején. Én meg eljárkáltam köztük, akkor mindig egymásra versenyt futva riasztottak. És most ugye még a tetejében olcsóbbak is, meg aki még a kupont is használja, úgy még olcsóbban jutott hozzájuk, úgyhogy aki ilyesmit szeretne vásárolni, az hajrá, tegye meg. És még komolyabb kamerák jönnek várhatóan a közeljövőben, úgyhogy akit érdekel a téma, az figyelje a csatornát. De addig is mondjátok el a véleményeteket kommentben, iratkozzatok fel a csatornára, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!